A világ jégben született, és jégben... Üdvözlünk az idézők szurdokában! Harminc másodperc a minionok indulásáig. A minionok elindultak. Mutass egy mozdíthatatlan tárgyat. Szép jó estét kívánunk minden kedves ébren lévő és itt lévő nézőnek, hogy láthatjátok a felsőági döntőbe való jutásért. A küzdelem az már megkezdődött, újonc egyébként már bajban is van, időközben a tizedelés nem talál az égetés, pedig elég lesz ott az első gyilkosság. Újonc gazdagodott is vele, gyorsan zajlott le egyébként, itt van mellettem Pierce is, aki kommentátor társam lesz ezen a mérkőzésen. Szia Pierce! Sziasztok kedves nézők! Lényeg az az, hogy Irelia, aki láthattuk már ma nem egyszer, nem kétszer, hogy iszonyatosan meg tud szaladni, már most gazdagodott az első gyilkossága, és még mindig nem szabad elfeledni. Ez egy BO1-es összecsapás le... Hello? Meg a kacsa bajban van, bajban volt, meg is halt. 2-0 szarad már most hirtelen igazán a két csapat. Érdekesség, ez a felsági döntő való bekerülés a cél, ahol már van egy csapat, és itt lévő nyert a csapat fog játszani a másik nyert a csapattal, ugye, ami a... Nem offenzív team nevektől kezdve mindenféle lótifutri név van, de az bizis, hogy onnantól kezdve lesz igazából a felsági döntője majd meg, oda való bekerülés a cél, most egy robosztóéknak, vagy pedig széróéknak. Így is van, de ez a 2-0-es kezdés, pláne ebben a patchben egy iszonyatosan erős head start, szabad így fogalmazni, ezzel igazából már lehet hógolyozni ide vagy oda, tehát folyamatosan fel lehet építeni az előnyt. Ezt láthatjuk is egyébként már a cserékből. Középső felső ösvén Xinzova érkezik a rajtaütésre. Így van, nem lehet baj, a húzás épessége jó újoncra. Kérdés, meg lesz-e vagy nem? Valószínűleg nem. A vérzés elviszi az Irelia típusban, hogy 3-1 teljesen worth, mert megint egy felesleges köre volt úgymond felszállni a felső ösvén, végül is Xinzovának, mert a gyilkosság is megszületett.
Az érdekesség csak az, hogy Darius már hazatért időközben, tehát neki volt plusz életerű ital, amivel rendelkezett. Ugyanezt nem mondhatjuk a Liliariáról, ő most a 4. perc, 20. másodpercében Blazit tért haza először, és ugye egy ragyogással fog visszatérni a felső ösvényre. Azzal viszont maga biztos, hogy nyerheti majd a cseréket, manát, illetve töltésidő csökkentés jelent ez majd számára. Közben érkezik a húzás, jó a sebzés, ott az égetés. Hullatna rajta az égetés, neki ugye még gyújtás is van, aki a leges legvégső másodpercben ment el, de ez önmagában még nem elég arra, meg is halljon. A Getroids megint Lucian-nál van, és megint agresszív módon játszik, aminek köszönhetően azért már most farmkülönbség még képessége nincsen. Az idéző képességek mindent elmondanak, hogy ki akar ölni, és ki az, aki defenzív. Pont beszéltünk erről egyébként, hogy a három szerintem legópébbnak ítélhető karakter a jelenlegi patchben, az már ott is van egyébként a kék oldalt, ez ugye név szerint Lucian, Xinzo, illetve Irelia lehet. Irelia-t talán nem kell bemutatni a felső ösvényen, ma már megvolt neki a debütáló mérkőzése, ugyanezt el lehet mondani Lucianről is, Xinzo pedig szintén a Ginsu, illetve a lélekfaló miatt lehet, hát egy vadállat. Igen, vadállat az lehet, hogy közben Irelia az, aki farma mindenki előre, ami Darius szintben is teljes szintje van, ezzel kicsit több életerőt is ruház magára, hogy valószínűleg Irelia-nak az első tájbanáztás az a bizonyos háromság hatalma lesz majd egyszer, ebből a ragyogása neki már most megvan, viszont a Love-nak ugye mindenki vissza kell lépni, a második kanyar az, hogy jön rá igazából rajtaüt is, vagy szimplán csak meghal is tapasztalati pontokat bukál az ösvényen, csak kicsit vissza kell kapcsolnia, egy picit. Egyrészt, másrészt ugye mondtuk, hogy a ragyogás miatt nagyjából minden egyes cserét meg fog majd nyerni Irelia, vagyis hát a lehetőség az adott számára. És jó volt egyébként a helyzet felismerése is Dariusnak, egyrészt ajaj, robustulatban van. 6-osszintok azért részben lefelejtsük el, tehát végségképes és saját magára is mehet, ha kell. Toronynak jóval egyszerű, hogy mindenképpen elbújni és saját magad védeni, de ebből halál, gyilkosság nincsen, marad a 3-1. Függetlenül meg is van egyébként már a kellő mennyiségű varázs ellenállása, hiszen láthatod Syndra, megvan, nagyon erős lesz. Ezért majd épülni fog a mélység jogar első tárként, nagyon szép a sebzés meg a kombó is lótól, de nem elég. Az, hogy nincs meg 6-os ugye Love felső esélyen Dariusszal, jó a végső kívülség viszont a közön Skynek villania kell, az, aminek Syndra 4-1 agresszív a játék is igaz, a Darius tudna válaszolni erre valamilyen úton, mindig nincs meg 6-os szintű. És erre szerintem még Darius sem számolt, időre befele fog jönni igazából a torony alá, még meg a kacsa 5-ös szintű, neki Lissinkóval kell találnia, vagy pedig alaptámadásra meg kell ölni a Irelia-t, így meg is történt 5-2. A legfontosabb az ilyen szituációkban, hogy ne hibázz el a Lissinkót, tehát mi volt a célja Irelia-nak, hogy Lissin elhibázza a kút, ezzel viszont oly mértékben próbált oldalra lépegetni, hogy zárhatta a távolságot Lissin és alaptámadásaival, majd utána még egy jól kivitezett kúval be is tudta őt fejezni, viszont ami megint csak egy újdonság a mai nap folyamán, mert hát miért ne, az a dühöngők csizmája, amit Irelia nagyon-nagyon korán meg is vásárolsz, hogy 1100-ba kerül, tehát ennek a tárgynak vagy cipőnek az összköltsége az növelve lett, viszont alapvetően több támadási sebességgel is ruházza fel használóját. A kérdés csak az, hogy erre vajon mi lehetett az oka, a válasz pedig abban rejlik, hogy W képességét szeretném minél inkább hatásosan kihasználni még egy Darius ellen is, és minél több alaptámadással ajándékozni a felső ösvény parancsnokát. 2000 teljes aranyjal vezet jelen pillanatban a két csőd, a Stone Elves, és jelen pillanatban szintén megint csak bele a lefogásod, de mindig igazából nincsen gyilkos a közéső ösvény, úgymond, és Lao elszámolja magát a vérzés, viszont elég, jó a villanás, Irelia konkrétan úgy hal meg, hogy nem visz magával senkit a sírba. Az a villanás előny, az remekül lett kihasználva a felső ösvényen. Így is van a vérzés, az már alapvetően is nagyon tud fájni. 2-3-1-es statisztikával Darius gyakorlatilag kopizza Irelia teljesítményét, viszont az a 7 farmos lemaradás láthatott 200 aranyas különbséget tesz elérhetővé a két játékos között. És ami az alapvető különbség, arról még egyelőre kevés szó esett, az már pedig az égetés és a teleportbéli különbség, tehát az alsősvére, ha szeretné esetleg ló érkezni, azt megteheti. Teleportját most a felsősvére kihasználni nincs lehetősége, hiszen a minionök... egy villanás. Őrszerűen nem vagy jelenben a Lissinnek, hogy kiért ugye mozdulni, és hogyha már amikor Lisson a tiget próbál közre zárni, kicsit kellemetlen, mert mozgásképtelen tudsz lenni. De ettől függetlenül így, ahogy mondod, ugye ez nagyon fontos különbség, hogy úgy van 2-3-1-ben Irelia és 2-3-1-ben Darius, hogy ég is föl az időképesség választású. Irelia egyértelműen ölni akar, és erre próbál valahogyan utóban forogni, és Darius a villanását és képességét használva próbál valahogy válaszolni, és ugye egy gyilkosságot hozni. Jelen pillanatban Egál, ami Darius neve mellé fog szólni így. Viszont azért mind a középső, mind az alsősvényen vannak jelentős mértékben farm különbségek, nevezetesen
Egy jó 20-assal Lissandra már el tudott húzni, nem is véletlen. Mélységi jogart vásárol, majd először Lissin pedig, mondanám, hogy középső ösvényre jön, de nem. És a kék kiegészítés is rajta érhető el. Több mint valószínű, hogy ez azért kellett, vagy hát történhetett meg, mert hogyha ne adj Isten Syndra kapta volna ezt, akinél egyébként megtisztulás található, akkor ő ezt átruházta volna, ha nem is Lissandrára, akkor Xin Zhaora, mert hogy a rajtaütések alatt pillanatok alatt elhullik a gyenge, és egyelőre Syndra még gyenge. Éppen ezért folyamatosan a nyakára is van tolva az ösvény. 10. percnél járunk, de még se sárkány, sem pedig hírnök próbálkozás nem történt a mérkőzésen. A kábítás nem talál, és így Lissi megint csak nem tud kezdeményezni. De nem is fog. Talált, hogy robosztó, de menne már kacsa kifelé, nem fog tudni jönni. Még ha lett volna is minimálisabb ugrása, annyi sebzés kapott, plusz egy éget, és viszont rá esélye nem volt kijönni. És ezzel igazából így most már 2400 aranyjal vezet a kék csapat, a Stoners. És az első torony döntésében próbálnak részt venni hárman, és nagyon jó megint a Teke Sky-tól. Syndra védelé saját magukat, és hát Getro nézi a agresszív már megint, a háló még jó, két nintedi oldalról, és jön a teleport szintén. Az a teleport, ami Irénynek ugye a büdös életben nem lesz, mert neki ez a választása de nincs kihúzva, de itt van, ez tényleg is haló. De nem tud annyira mobilisan mozogni, mint Darius tehet, és Irelia a célpont jelen pillanatban. Szépen villan Lulu, és még Lau mindig próbálkozik. Neki végső képessége van, sebzése pedig akad mindenképp, még ugye újonc, ugyanígy meg is van. Alfonso helyezi végül, ez a 2-2-es csere összességében, és nem dőlt a torony. Végül még. Viszont 8-5-re módosul így a gyilkosságok állása, és annak ellenére, hogy valóban torony az nem dől. Itt van még mondjuk Alfonso, szeretne csatázni, a sebzése viszont még egyelőre nem elég. A feldobással együtt, tehát egy teljes kombója kiment Xin Zhaonak, ez nagyjából egy fél életerő, talán egy kicsivel többet Lissiről is le tud szakítani. De nem szabad elfelejteni, hogy van már egy lágy vértje az imént említett karakternek, tehát egy kis ellenállása Xin Zhao láncsája, pikája ellen az már megtalálható nála. És ha már úgyis beszélünk a tárgyválasztásokról, kalapáccsal is kiegészült, már időközben Irelia, amire égető szüksége is van, hiszen láthattuk, hogy milyen hamar el tud olvadni. Teleportját kihasználva Darius viszont már szint előnyre szert tudott a korábbiak folyamán tenni. A kis térképünkön láthatjuk, hogy mekkora mértékű minion wave-et tudhat most magáénak Irelia, ezzel vissza is hozta tapasztalati pontbéli lemaradását. 12. percet fogjuk lassan most már elkímelni magunk mögött. És ami tényleg is valahogy sárkány, ami mindig nem volt komolyabb kimozdulás. Mármilyen az első sárkány az mindenkiben rajt, önmagában 6% fizikai és varázs sebzés, ami önmagában nem egy rossz dolog, de tornyok sem dőltek még. Ez a tornyi párbaj az, ami fontosabb lehet igazából, mert ugye sok meccsen ecsiteltem már te is, Darcik, hogy az első tornyi döntésre milyen sokat jelenthet. Parancsi. Be is dőlt, Getro kezdi igazából ezzel és Sordi és Serosznak valószínűleg ennek jönnek el, mert Leonának kábítása, na az lesz vígan bőven arra, hogy Getro ezt be is tudja fejezni, eddig védi két lint, igazából is belehalt, ettől függetlenül Getro még mindig megy, alul ez így halott, a Rulnak villás igazából nem is talán volt már, de majdnem, hogy két lint is otthagyta a fogát. Én nem vagyok benne biztos, hogy Getronak bent lehet hagyni ezt a Lucient, mert mocskosul agresszív és ki is fizetődik, Ló pedig szintén bajban, a felső ösvényen. Sokadik alkalom, Ló megint beragadt hátul, újonc egy adag toronysérzés kap, de így is ő is meghal. 3-5-ös most már Darius, 69-69 famra felső ösvényen. Ó! Ó! És Robusto az, aki középső ösvényen dönti be az első tornyot. Így bizony már 2-0 a tornyok állása, ha már a tornyokat kiemeltük, hogy milyen fontossággal bírnak, bizony a harmadik is pillanatokon belül bedőlhet, hiszen ezt Irelia, illetve Xin Zhao karöltve próbálja bedönteni. Xin Zhao pedig egyébként is egy olyan karakter, aki a játék bármely szakaszában a sárkány csapásoknak köszönhetően torony döntögető egész egyszerűen. Lucian az, aki bajban lehet, a halálpontos lövés nem elég még önmagában, gyilkosság egyelőre nincs, és még mindig menekült Getro, de meddig, kérdezem én, akár meddig, hiszen nem talál be a Piltoveri büntetés. Igen, Lulu még mindig keretett darab, itt a sárkány Udiánnál fordul vissza, Leona pedig biztosítja igazából az útvonat arra, hogy semmiképpen se fusson bele, úgymond már csapdában, a továbbiakban 10-5. És az az aranykülönbség, amit látunk, na az azt mondja, hogy az nagyon sok. A 14. percben ez sok. Majdnem a percenként 500 aranyat szed össze a két csapat, mint előny a piros csapattal szemben, ami mindenképpen sokat jelent. Robustumon folyamatosan rajta a kék erősítés, ő masszívan erőszakosan játszik közé, és ösvényen Sky nagyon szépeket tekézik. És pont
pontosan ezért teheti meg azt, hogy mélységjogart vesz meg először, nem pedig esetleg egy Moralomikont, vagy egy Athéné Szent Gráját, Szentségtelen Gráját, ajaj. Robusto három ember között, ilyen, amikor az ember nem mindig lát a pályán, kifárasztás, pluszban jön Leona, és a Szindagótól annyira megijedtek már Lille érkezése miatt, hogy igazából te így is vissza kellett lépnie, de meg Robustoni nyugodtan mehet kettős gyilkosságig, így Nyiréliának, aki most már egy 5-4-es, és Lulunak ugye idézőképessége nincsen, időkérdése mikor érik utol, Szindagó és Irélia hozzá a gyilkosságot, 6-4! Ez megint két, bocsánat, három olyan elhozott gyilkosság volt, hogy Robustot próbálták büntetni a középső ösvényen, ez nem sikerült, és egy kicsikét megint vérszemet kapott a No Offensive Please csapata, amiért három teljesen ingyen gyilkosság a jutalma a Stoners játékosainak, plusz még egyébként egy hírnök is, ami csapatarany, illetőleg ösvénytolási képesség is. És már a játék korai szakaszában vagy az elején, ajaj, sorozatlövés, ez még akár gyil... Hát ez a bullet, ez meghalt. Konkrétan ez már sokadik olyan alkalom, hogy Getro tényleg undorító módon vállalja túl magát, és undorító módon megyedül és tör mindenkiben tovább, és ez nekem nem az első alkalom arra, lövészít face to face egyben lövi teljesen ripityára, és kevesebb, mint fél étől sem beszél, ezért pedig a Toronto nemes sebzés eszik meg. A 16. percben mondhatni azt, hogy most már azért a második szintű tornyokra lépnek ki folyamatosan a játékosai, a Stoners, de még ezzel szemben egyre egy tornyot sem döntött még be a No Offensive Please. Nem is véletlenül egyébként. Megint itt van Norbert, jön viszont a teleport. Ebből akár fordulni is lehet, de mennyire kérdezem én. Hát ezt mutatja a mellékelt ábra. Itt van még viszont Lee Sin, a kábítás az jó. Két ember belassul, meg is áll, megmaradt az offenzíva. Viszont jön a felmentősereg, ott van Robustó, jól érkezik oldalról. A kérdés, hogy meddig megy? Eddig megy! Éppesség, mert rugás jó volt Robustóra, neki még zonya homokorája nincs, elközben meg is hal, de a csere egyértelműen megérte, eddig már 2-1-es, sőt majdnem a 3-1-er így is van, és úgy jön, hogy kifele sétál, Kérdén pedig próbál valamilyen szinte sebez, de hátra megint megjön Getro, és megint túléri. Rüvitás kijön, Vasszia ezt kihasználja, 18-6, és különbség most már 10 000 arany, Sky is meghal, egy szempillantás alatt 16 percnél. 20-5-esen megy a meccs, és több mint 12 000 arany különbségről beszélünk. Imádom ezt a csapatot. Sok, mert? Egyrészt azért, mert se Iréliának, se Lucianak nem életereje van, már nekik már halott erejük van. Tehát konkrétan háromszor lementek már mínuszba, aztán visszatornáztak magukat folyamatosan, a halálból harcol a Stoners csapata, ezt nem túlzás kijelenteni, és bejön nekik. Elpusztíthatatlanok, megállíthatatlanok, lefejezhetetlenek, 19-6 gyilkosságállás 17 percnél, ez aztán az aktív mérkőzés. Az első sárkány pedig átvándorol a kék csapathoz, ezzel a 6% fizikai és varázssebzés elérhető számukra. Van rá szükségük igazából? Nincs, de mégis ott van, tovább növelve az előnyüket. És érdekesek az, hogy a sárkányon, és hogy nem azt látjuk, hogy abszolút körülte vele kisebb fajta párba is, ugye táncolnak is, ugye pirueteznek hosszú percen keresztül, hanem ugye bizonyos cél megszerzése után ilyen tényleg ilyen utolsó bónuszként hazafele mered, mint gyorsan azt is felkapják, és talán ugye ez lesz igazán mostanság az alternatíva már fontos a sárkány szerzésekre, az egy negyed életerét egy tényleges sebzéses alaptámadás Irilia megölte Szindrát, undorító. Undorító sebzése van. Hiába tekézik jól a Szindra, hogyha konkrétan nem tudja magára levakarni. Nem tudja magára levakarni ezt a 10-4-es Iréliát. Helyi serif. Meg a kacsa pedig nagyon gyorsan próbál menekülni. A minőnugrás éppenséggel még meg is mentette az életét. De egy ingyen gyilkosságot már elhozott újonc. Innentől kezdve az a kérdés, hogy hogy? Hol a következő? Itt lehet? Akár itt lehet, hogy a lav, aki berakadt két ember közé, a végső képesség kijön, ugye vadon szava Lulutól. Jön Robusto, bárkit lehet csábítani, de csábítani nem is kell, nem fagyasztani, mert Lisztán arról beszélünk, egy nullás csere, és újonc még mindig megy, Sky fordul rá, szép a fordulat, és igazán Lulunak nincsen HP-ja, Norbertnek sincsen túl sok, de azért még három kábítása lehet szívesen beúrik bulizni, és Caitlynnek halálpontos lövése lett volna, akár az is, de egyszerű, hogy igazából, hogyha kújjával fejezi be. Az illető 28 gyilkosságokat hozott, nem is egyet, hanem kettőt. Most a No Offensive Please, viszont ez nem biztos, hogy elég. Sőt, igazából még két tornyot el is buknak ebben a folyamatban. Hiába a két gyilkosság, ha cserébe a célpontokat folyamatosan és sorra bukja.
a piros csapat. Az a kérdés, hogy Getrót lehet-e büntetni? Dehogy lehet, odébb csúszik minden isten nyilallal, sorozott lövéssel két ember zónáz. Itt van még Xerox, de miért? Kifárasztás. Elég lesz? Getró mindig szórakozik, néznek el az a lulut közben. Megakacsa próbál menekülni, de behúzza még Darius. Ez volt a pontja annak, hogy innentől menekülés már nincsen. Viszont, ugye mások azt mondja, az a idea, na, szóval a szurlak hírnöke biztos, hogy nem lesz, leszhet a Baron Nashor, és őszinte leszek 13 ezer arany különbségnél, akkor mellett baronozni a kedves Stonehearts, amikor akar. Amikor konkrétan akar. Ezt a játékot láttuk már ma, ez megint csak egy deja vu, semmi több. A szilánk talán, de gyilkosság az nem lesz belőle egyelőre. Egy 10 gyilkosságos Irelia letépi a baronnak az arcát is. Mellett ott van 6-0-ás Xinzo, jól lakatott lélekfalóval. Azon kívül pedig még a Lucian is, aki hát Getrú kezei között, én nem tudom mi nevelkedett, de valami vadállat. Spenolton. Nokedlin. Akár. Szaggató. Szóval igen, hiszen ha jönne befele, Darius meg is hal, így Xerox próbál levakarni magára azt írját, aki megvan őrülve, nézd meg! Maga azok a penge, az, amikor dobál ki meg, az is a horribilis összegeket, sebzéseket sebez. És amúgy tényleg, ez így van. Yes. Iszonyat mértékben. Durva. Sebez az igen. Összes éhold penge, ami érkezik Irelia-tól. Na de... Anélkül is van neki mersze bemenni a Nexusig, mert miért ne lenne? Ott van Xinzo is, 2 gyilkossága semmiből, mert hát ez van, hogyha 27 gyilkossága van a csapatodnak. Mész, ősz, azt lesz valami. Igen, 13-5-5-ös Irelia. És az a kétlen ugye maximális életerő, de Irelia, hogy kapott torony sebzés, hogy ahogy már sokszor elmondtuk, ha az Irelia kevesebb életereje van, ugye valakinek, akkor mindenki az ellenfelét kávételni fogja, és Xinzo fordulnak szinten rá, eszféleten szintra felrobban, majd Darius szint is, mindeközben már Getrú a felső esően tolja a minionokat, teljesen az inhibitor védő toronyig és az inhibitorig. Így is van. Alsó és középső ösvényen dőlnek az inhibitorok pillanatok leforgása, azt ez a betyár mindenség. Xerox azt sem tudta, hogy hol van végső képesség, konkrétan még nem is jött vissza, de esélyesebb biztos, hogy lett volna elnyelni a végső képességét. Él egy Caitlyn 5 játékossal szemben, hát good luck and have fun. És tudom, hogy újonc még ebben vissza fog fordulni. Acilugás minionra, aztán Caitlynre, csak kb. És meghal. Ahogy jönnek a minionök, segítik Irelia-t, szerintem ezt szeretnéd mondani, és teljesen... Hát ja, valami ilyesmit látunk. Getro az, aki befejezi hátul Sindelt, ugye. Norbert, aki még kereste a helyét ezen a pályán, de nem igazán találta meg. Ettől függetlenül Alfonzék a tornyot el akarják hozni. Hozták a tornyot. Bejjebb vannak mindenki a pályán ahhoz, hogy hamarabb nyersen a mérkőzés. Közben Lau megkapta viszont a végső képességet. Meg is hal, bejön Kacsa. Lissandra és... Ez a Lissé rúgni akart? Több mint valószínű, hogy... Szép volt Getro! Getro vagyok, trollkodok! Nincsen meg a megvédés, de hát bele is halt volna egyébként még Lucian-nel is. Majd még utána dzsugolja a Lee Sin-kút is. Innentől kezdve maradhat a 33-13-as gyilkossági ellás egyébként is, olyan szép és kerek, ja nem, viszont legalább szép. És a 23. perc felé közeledve, két inhibitor hiányában, én nem merném azt mondani, hogy a piros csapat innen még vissza tud térni. BO1-es mérkőzésről beszélünk, BO1-es szériáról, ha szabad ezt szériának nevezni. Tehát a felső ági döntőbe való jutás a cél, és egyelőre úgy néz ki, hogy a Stoners csapata lesz az, aki bejut, aminek azért is örülünk mocskosul, mert nem lesz két offenzív nevezetű játékosunk. Igen, így legalább nem volna minket össze... Zavarni. Jók ezek a magyar szóval, csak fingom is jönnek a számra. Ők minden valószínűleg azért, mert késő van. 33-13, 10 másodpercen éred a sárkány, nem fogja jelekén ez a Stoners, hogy mikor lesz sárkány. Getro az, aki most viszont beleszólt egy kis hibába, Sky fejezi le. Tehát Irelia, Xinzo, baronasot úgy hoznak el, ahogy nekik jól esik. Az érdekesség az volt, hogy jól gondolkodott Getro. Én azt mondanám, hogy egy elrontott szindra végső képességet láthatunk. A Kut szerette volna egész egyszerűen átvillanni azzal a Lucian-nel, minek utána viszont először érkezett a végső képesség, már egyértelmű volt, hogy Getro meg fog halni, és feleslegesen ment ki a villanása, és a Baronnasor természetesen megvan, mert hát miért lenne meg, püföli a Xinzo, püföli az Irelia, természetes, hogy el fog hullni az ősgyík. Na már most, két inhibitor hiányzik. Van egy Baronnasor kiegészítés, 20 gyilkosság előny, 20 ezer arany előny. Mi az, ami esélye lehet még a piros csapatnak, kérdezem én, miközben igazából tudom a választ. A játék végső szakaszáig kéne várniuk, hogy esetleg Caitlyn kiteljesedjen, de nincs annyi idejük. A legutolsó torony, ami Nexus torony kívül van, lehetne párbajozni egy jó, de mindeközben nézze Caitlyn szint.
Ezért kérdezik, mert nem vágóhíd, ez a rotlén ceruzának a kitörlésének, a felrobbantásának a teljes végkimenetele. Lövése nem tud hozzászólni erre az érkezésre, gyors, frappás és baromi erős, ahogy jön be, úgy Irelia és Sinzao. És úgy, hogy 3-0-át cseréltek úgy, hogy mindenféle megerőtetés nélkül hoztak el három embert, és az életerőjükkel sincsen még mindig probléma. Nexus védőtorony már nincsen, szabad érő inhibitor nincsen, csak a Nexus maradt a pályán 2v5-ben. Norbert csúszik, Sky hall, Bullet pedig hátul, konkrétan teljesen mindegy mit csinál, nem tud onnan kijönni, Alphonse bent a lézer alatt, Nexus pedig most csak bedőlni, így viszont ki lehet jelenteni azt, hogy a felsági döntően való játékosok és csapatok most már megvannak, és szerintem hamarosan azzal fogjuk folytatni, aztán pedig majd jön a nagy döntő. Szünet, sziasztok!